Néhány szót a kezelésről, kezeléssel kapcsolatos ügyekről, és örülök, hogy Grezsa Ferenc beszélt előttem, mert néhány dolgot ő konkrétan is említett a kezeléssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a felépülés központú szemlélet az a kezelőhelyeknek ez mindig szempont volt. Tehát úgy gondolom, hogy nem az új stratégia mondja azt nekünk, hogy felépülés központúságban kell gondolkodni, hanem ez az alap. Ennek ellenére nyilván van a klientúránknak egy olyan jelentős része, aki még nem akar felépülni. Kovács Attila kollégám mondja a fázisait a drogkarriernek, hogy buli van, baj van, végem van, és aki a buli van, ő még kevésbé gondolja azt, hogy neki felépülnie kellene. Ő még boldogan akar problémamentesen anyagozni, és nyilván neki másra lenne szüksége. Ugyanakkor néha azt gondolom, hogy a törvényhozóink, mintha elveszítették volna a realitás érzéküket, amikor a serdülőkről meg a fiatalokról gondolkodunk, csökken a tankötelezettség, fiatalok körében nő a munkanélküliség, akár ennek következményeként csökken a büntethetőség korhatára, ugyanakkor a BTK az változik, szigorodik, július 1-től két évente egyszer lesz lehetősége egy bajba esett fiatalnak arra, hogy elterelésbe menjen, utána már valamilyen retorzióval jár, közben emelkedik az alkoholfogyasztás folyamatosan, nyakunkba zúdultak a designer drogok, amikkel jó-rosszul tudunk valamit kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy számos probléma van, és ennek ellenére mégis azt mondom, hogy a kezelő rendszerek talán, és a kezelési ellátás területe az, ami viszonylag egészen jól vészel, tehát azt a nehéz időszakot, amire az Ákos azt mondta, hogy egy ilyen vérfürdő, vagy a szakember gárdának egy lefejezése, egy nagyon mélyen szántó átalakulása volt, amiben sokszor láttuk azt, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntötték. Azt gondolom, ez nagyon nagy hibája ennek a területnek, hogy ez a békepipa konszenzus, ez valahol talán egy kicsit későn is jön. Azt láttam, hogy a Szociális Minisztériumban nagyon rossz helyen volt ez a terület. Teljesen logikusan került oda, itt nyilván az egészségügyi minisztérium és a szociális itt kicsit viaskodhatott volna egymással. Annak idején van, aki emlékszi még, hogy a 90-es években szép reményű kábítószerügyi tárcaközi bizottság az egészségügyi minisztériumban működött számos problémával és számos nehézséggel, és azt láttam, hogy nincs ez a dolog ott igazán jó helyen, és aztán, amikor megalakult az emberi erőforrás, vagy számos néven ez a minisztérium, de úgy tűnt, hogy a szociális, az egészségügy, az ifjúság egy minisztériumba került, akkor úgy tűnt, hogy na végre, akkor megvan az a kör, amiben lehet egymással beszélni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a szociális és egészségügy olyan távolra került egymástól, ami számomra teljeséggel értetetlen. Vannak egyébként mindenképpen pozitívumok. Például az addiktológiai szakmai kollégiumnak egy jelentős munkájával elértük azt, hogy a hiányzó láncszem, addiktológiai akutosztályok alakultak minden egészségügyi térségben. Ez nagyon jó. Még akkor is, ha esetleg nem mindenki tud erről, akkor is, hogyha szakember hiánnyal küzdünk, mert egy csomó helyen pszichiáterek, és az addiktológus kevés is volt, de a pszichiáterek skandináv országokban keresik a tejbeaprításra való pénzt, vagy nem a pénzt, hanem a... most nem ragozom tovább. Tehát, hogy nem igazán van, akivel pótoljuk, még akkor is, hogyha lettek pályázatok arra, hogy képezzünk szakembereket. Hiány szakma a pszichiátria, hiány szakma az addiktológia, de úgy tűnik, hogy ez egy probléma. Az én fejemben abszolút benne van, és azt gondolom az Indit rendszerében, de nagyon sokan szakembert, akit ismerek, hogy ez nem is feltétlenül egy orvosi szakma, nem egy egészségügyi szakma. Igenis, hogy a szociális terület, a laikus segítők, a civilek, az önkéntesek, a felépülében lévő szenvedélybetegnek hatalmas szerepe van, és nagyon jó, hogy ők ezen a területen vannak. És pont azt gondoltam, én az elmúlt 15 éve, 17 éve dolgozok ezen a területen, hogy éppen, hogy az egészségügyből próbáltuk ezt a területet kihozni, és azt mondom, hogy mindenkinek szerepe van, akikről itt az imént mondtam. De mégis úgy tűnt, hogy a szociális területen egy kicsit mostoha gyermekké váltunk, és az egészségügy volt az, amerre lehetett menni, az aktív addiktológiákkal. Annak ellenére például új gondozók és ambulanciák alakulnak a rehabilitációs országos programban, amiben az Indit is nyert jelentősebb pénzt, hogy új alkoholambulanciákat létesítsen. Az egy másik dolog, hogy lassan egy éve nem férünk hozzá a pénzünkhöz. De hogy ha még a végén marad egy kis időm, akkor akár erről még mondok néhány szót. De hogy ugyanakkor a gondozóban meg eltűnt a fix díj.
A fix díj ez egy rendelkezésre állás volt. Ez arról szólt, hogy éppen egy alkoholambulanciára, egy drogambulanciára, egy addiktológiai ambulanciára nem megy be senki, a szakembernek akkor is ott kell lenni, akkor is várnia kell a klienst. Egy kicsit olyan, mint a fertőző osztály. Azért, mert nincsen szalmonella a járvány, azért nem csukhatjuk be a fertőzőt, aztán, ha lesz a szalmonella a járvány, akkor holnap újra nyitjuk, és orvosokat meg ápolókat veszünk fel. Nyilván ezt a rendszert így nem lehet működtetni. A TVK évek óta probléma, ez a teljesítményvolumen korlát. Gyakorlatilag évek óta kérjük, hogy a TVK emelkedjék. Annak idején a 2010-es választás előtt az akkori ellenzékben lévő egészségügyi politikusok mondták, hogy amint változik a politika, akkor a TVK feloldásra került. A TVK annyit emelkedett, amennyit a fix gondozói díjjal elvettek a rendszerből, magyarul semmit. Évek óta vitatkozunk, kívánjuk, kérjük azt, hogy a gyógyszerek ára, a Suboxon és a Metadon, az ne német pontokban kerüljön vissza területre, mert ez egy komoly probléma. Azt gondoljuk, hogy nem jó, hogyha az egyébként is sovány TVK-nkat csökkentik. Tárgyaltam az OEP-el, szakmai kollégiumként ott voltunk, azt mondták az OEP-nél, hogy kitalálhatjuk, hogy ez a dolog máshogy finanszírozódjék, de a gondozó kassa az fix. Tehát, hogyha mi már 100%-ot kitöltünk, akkor hiába találunk ki új finanszírozási formákat, nem fogunk több pénzt kapni a területre. Aztán azt gondolom, hogy a stratégiák kapcsán csak annyit mondanék, hogy nyilván ez a drogstratégia egy nehéz kérdés, erről így mindig szó, hogy most van stratégiánk, vagy nincsen, de például alkoholstratégia, vagy szerencsejáték stratégia, ami szintén szó volt, az nem lett. Lett persze helyette a nyerőgépek eltűnésének a törvénye, ami bizonyos szempontból ennek a területnek látszólag jót tett, de hát nyilván azért a függőség az nem feltétlen ebben a felszíni tünetben látszik csak, hanem ott még számos probléma van. Megjelent a célista. A célista az látszólag jó, azt mondjuk, hogy ezzel a forgalmazás a dizájneroknak egy kicsit így redukálódott, de ugyanakkor komoly probléma az, hogy például a kockázat elemzésre már nincsen pénz. A célistára kerül anyagoknál nem tudjuk megmondani, hogy ezek a szerek ezek valójában veszélyesek-e, mi a következménye, mi van a függőséggel. Szakmai kollégumként kapunk papírokat arról, hogy egy listán, ami számos vegyületnél van, mondjuk meg, hogy okoznak-e függőséget, van-e társadalmi veszélyesség, és mi van ezzel. Gyakorlatilag ilyen dolog nem megmondható. Aztán az évek óta ígért OPAI, az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, ez valahogy csak nem akar megszületni. Azt gondoljuk, hogy nyilván a szakma irányítása, a stratégia, háttérintézménye, kutatások szempontjából ennek nagyon nagy jelentősége lenne. Aztán említettem már a jelentős szakemberhiány, de azt gondolom, hogy a szűréseknek a redukciója az, hogy az epidemiológiai központ azt mondja, hogy nincsen néhány millió forintja arra, hogy az évek óta folyó addiktológiai ambulanciánkon történő hepatitis C szűrés menjen. Azt gondolom, hogy ez tragédiának a területnek. Aztán említettem már ezt a ROP-os pályázatot. Nagyon pozitív az, hogy úgy tűnik, hogy az évek óta hiányzó gyermekaddiktológiai szál, az talán elindul. Két Szegeden is és Ráckeresztúron is úgy tűnik, hogy uniós pénzekből új gyermekrehabok fognak kialakulni, de ugyanakkor itt is van egy de, hogy ennek a hátterében a törvényi finanszírozás, hogy kerül be gyerek, hogy kerül onnan ki, mennyi lesz a finanszírozása, elegendő finanszírozása lesz-e, ez azt gondolom, hogy ez folyamatosan probléma. Most nézem, hogy egy percem van még, csak két nagyon rövid példát mondanék. Még három percem van? Még kettő? Egy. Szerintem nincs mások időm, de körülbelül két percem van. Az egyik az, hogy csak két rövid pályázatunkról mondanék szót, ami az Inditnál éppen megvalósulni készülne. Az egyik ebben a ROP-os fejlesztésben több mint 140 millió forintot nyertünk arra, hogy két új ambulanciát építsünk Pécsen és Kaposváron, főleg alkoholra, nappali klinika jelleggel működnének ezek az intézmények. Az indított 2012-ben államosították, 100% állami tulajdonba kerültünk, viszont közalapítvány maradtunk. A biztosíték mentesség az arról szól, hogy nekem nem kell kezest arra találnom, hogy ezt a pénzt elkölthessem. De mivel mi közalapítvány vagyunk, ezért nekünk kell kezes. De mivel állami cég vagyunk, ezért az ingatlanjaink állami tulajdonba kerültek. Az Indit nem tud biztosítékot adni. Tavaly augusztus óta meccselünk azon, hogy meg tud-e változni ez a jogszabály. Ez egy kormányrendelet. Azt mondják, hogy ezt lehet módosítani két hét alatt, de nem módosul. Tehát gyakorlatilag a dél-dunántúli régióban egy jelentős fejlesztés úgy tűnik, hogy egy ilyen nevetséges dolog miatt nem valósul meg. Minden héten beszélek rengeteg emberrel, aki ebben benne van. Úgy tűnik, hogy közös akarat, mindenki szeretné, nem tud megvalósulni. A másik egy nagyon rövid kronológiája egy TAMOP 5.2.5-nek, amivel közel 80 millió forintot nyertünk. 2010. november 30-án adtuk be ezt a pályázatot.
Majd kaptunk egy olyan visszajelzést, hogy nem nyert a pályázatunk, mert a hivatal minimálisan 400 kontaktot, minimálisan 300 kontaktot várt el havonta, és mi 400-at mondtunk, és a 400 az kevesebb, mint a 300. Fellebbeztünk, hogy valószínűleg tévedtek. Mondták, hogy valóban tévedtek, a fellebbezésünknek helyet adtak, ugyan jelentősen csökkentették a pontszámunkat, elutasítottak bennünket, de kiderült, hogy az elutasított pontszámunk még mindig több, mint amivel mások nyertek. Fellebbeztünk, hogy akkor valószínű, hogy elkerült ez a figyelmüket. Azt mondta a hivatal, hogy valóban nekünk igazunk van ebben a dologban, tehát tulajdonképpen nekünk valóban nyernünk kell. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. szeptember 20-án kelt levelében utasította az NFÜ-t, hogy az indítót ki kell fizetni, ezt a pénzt nekünk meg kell kapnunk. Az NFÜ azóta keresi a pénzt, majd kaptunk az NFÜ-től egy levelet, hogy ő szívesen adna pénzt, de a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak azt a sort, ahol ezek a pénzek lennek, ott emelni kellene, és azt csak a kormány tudja megtenni. Tehát az NFÜ azt mondta, hogy vár az NFM és a kormány döntésére. Egyébként ezen a soron 750 millió forint nyertes pályázat várakozik arra, hogy valami legyen ebből. Köszönöm szépen a figyelmet!